az előző rész tartalmából. Jézus szíve? Meghoztam neked Jézus szívét. 30 milliót költöttünk apakártyáról. Úristen, te normális vagy? Ne, jázít az eszed, mi kell? 5 millió forint egy kutyáért. Ne játsszátok itt az eszeteket, kell még egy videó, intézem. Mondjátok, mi kell? Ez nem a kőgazdag fiatalok, ez a való világ! A kőgazdag Papacita show legújabb adásában most a Csabin a sor, hogy zsebbenyúlós házi bulit tartson a fiataloknak a szoborparkjában. Jézus szíve, gyere! Az érkezőket Műpálma fogadja, hogy tudják, hogy kivel van dolguk. Te érezd magad megtisztelve, hogy én itt vagyok. Csabi lekopizza a goglit, és ő is beújít egy kidobót a bulira, aki nem engedi be a kikkutyát. Jöttünk volna Csabikához a bulira, gondolom fel vagyunk kival listára. Kutyával nem tudtok bejönni. 5 millióért vettem. Nagyon szép, de egyenlően. Hát ez nem egy izé, nem egy pitbull. Akkor a testőrök rendezzék le. Kinek erősebb az embere? Papacita versus Mamacita. A spanyol kidobók csatája. Jézus szíve, fight! Te Jézus szíve, fordít fel, ütélj bele! Csabi nagy példaképként tekinthet a goglira, mert ha hunyorítunk, össze is lehet téveszteni őket a TikTokon. Apátok nem tudta, hogy ugyanúgy ünnepelje az, hogy már nem csak szelep, hanem tévés sztár is. Wait a minute! Vikike lányos zavarában azt se tudja, hogy hívják a kutyáját. Hogy hívják? Először is a rókálunk, és akkor mi cízáú. Aztán a Royal Family elfoglalja a helyét, és a luxus autó és tróngyűjtő Csabi megkezdi a lovagi lakodalmat. És üdvözölünk titeket a birodalmunkban. Azta, most aztán tényleg robbannak a milliók. Élvezed te is, mi Szimba? Jó a buli, mi kikutya? Tűzijátéktól alapból is félek, ennyire közel volt hozzánk, ezért ez az arc ez nem volt annyira olcsó. Milyen volt fő? Egy videót is csinált a szalitról a durcáról. Igen, csak nem elfelejtettem benyomni a kamerát. Tudod, mivel tudnád még jobban megmelengetni a szívem? Igen. Ha odaadnád az akódat. 50 ezer. Végre lesz egy kis balhé, és senkinek nem tetszik semmi. Aztán aranyevő eszközöket osztanak ki maguknak, mert tűzijátékra futotta, de felszolgálóra már nem. Bele van gravírozva a neve, hogy Herceg Csabi az összes evőeszköz. Meglepődtél, tesó? Arany. És Filipnek természetesen megint nem tetszik semmi. Kiakadtam, mert egy prémium kategóriás pezsgőben nem úsznak aranydarabok. Szerintem ebben a buliban minimum herendi porcelán tálcán kellett volna felszolgálni a begulla kavirárt. Lacika testvérem! Robi, gyertek ide! Ezek az emberek egészen eddig ott gubbasztottak a kert sarkában. Aztán a kikkutya is megtiszteli jelenlétével ezt az udvari díszvacsorát. Nézzétek, oda szárt a kutya. Nem csak lepisít, még oda is szárt a kaja mellé. Az micsoda? Dík, mekkora kulesz! Filip, nem te voltál? Ismerem én a trükkjeidet. Vedd le a pólód, azt vedd vele föl! Szúrd bele a névre szóló aranyvilládat és edd meg! Persze. Ki is a kutya gazdája? Hát nagyon lapít most a Vikike. Neki kéne felszedni a cuccost. Metta vállalkozik erre a nagy feladatra, és oda teszi a kaksit a szökőkútra. Az étkező asztalra nyilván nem tehettem a kutyakakit. És gyerekek, így lesz az ebola. Szerintetek ez vicces, komolyan, hogy ott a szökőkút, nem tudom, nálatok van szökőkút? Csöves kutyák, nálatok van szökőkút? Miben, hogy nincsen? Ti még szökőkutat is csak képeslapon láttatok, parasztok. Ha nálunk még vízi csúszda is van. A hangadó Gogli magára veszi, hogy Metta ebolás vizet mixelt a szökőkútban, és elhangzik a műsor legfontosabb mondata. Kultúra az nulla, de nem tudottok iskolába esetleg, mert én nem! A buli fő attrakciójaként Leti Cica névnapjára kap egy új autót, mert egy lány, aki ennyire ért az autókhoz, megérdemli. Itt a nevet öntöttél az autóba? Alapvetően a póniló és az autó között vaciláltam. Hát szerintem nem egy luxus autó, kedves luxus autó gyűjtő úr,
Ennél még egy póni is többet érne szerintem. Nem tudtam hirtelen egyébként mit reagálni, csak így mosolyogtam és néztem körbe-körbe. Ne felejts majd el tenni bele autóolajt. De az autóba autóolaj kell. Csak úgy jelzem, hogy nekem 21 névnapom van egy évben, hogyha esetleg egy szimpatikus sugármami el akarnak kényeztetni. Év végére ennyi névnappal én is luxusautó kollektor leszek. Roppanós Virsli Filipnek új kecó kell, ezért az ingatlanos Kati rá akar sózni egy 260 négyzetméteres házat egy személyre. Na figyelj, összesen 3 háló, 2 fürdő és 260 négyzetméter. Hát itt ilyen a kert. Ó, szép vagyok. Ez egy kicsit komolyabb, nem? Ha valaki hazamegy ide részegen, egyből vehet egy kijózanító hideg zuhanyt. Van medence, jacuzzi, grillterasz. Kell lennél több? Itt lehetne videóklipet csinálni. Lehetséges, hogy a konyhapultot kicsit sötétebb bárnára kicserélném. Szerintem is annak a barnának az az árnyalata, az nem olyan előnyös ott azon a konyhabútoron. A fatert majd meg kell kérni, hogy fesse át. Ha ezt szeretném választani, akkor kicsit jobban kell a pejikat, hogy győzködjem. De ezzel még nem volt probléma. Bévesz meg minden ennek a gyereknek a faterja. Hercegék elmennek a magyar safari parkba elefántot bámulni, ahol Csabika be is akar újítani egyet. Látom, ez itt a legnagyobb állat, főnök. Nekem mindenben a legjobb és a legnagyobb van, kell egy ilyen is. Legyen valaki, aki nagyobbat kulel a szökőkútjába. Mennyiért adjátok? Micsoda? Szeretnék egy ilyet is, vásárolni. Mi ez az ilyet? Mit szeretnél? Csabi emberére akad, és a Ranger visszacsicskítja a nagypofájú takonypócokat. Nincs annyi pénzed. De van. Van? Hát, nem hinném, hogy nem lesz gond. Megfizethetetlen értékük van. Kinek? Hát mégiscsak van az. Nálunk a családtagok nem eladók. Nálad a feleséged eladó? Semmi pénz. Na láttad? Eladni nem szokta, csak elajándékozni. Nagyon szeret engem elajándékozni. Nem szerettem volna tiszteletlen lenni, az arcába nevetni, és azt mondani neki, hogy az egész állatkertet megvehetném, hogyha szeretném. Abból kiindulva, hogy csak egy kutya 5 millió, az nagyon sokba fog fájni. Az egész állatkertet megvehetném, hogyha szeretném. Te ki a jobb idős franc vagy te? Simogathatom, etethetem őt, fürödhetek vele. Ha így fogja etetni, akkor az elefánt gyorsan éjjel hal. Há, hova tartja azt az zöldséget a leticica? Az én papasztitát félrehívtam, mert letettem egy bogzsákot, mutass meg, hogy kell az éles helyzetekre fölkészülni. Gogli megkéri a papaszítát, hogy mutasson pár kombinációt a bogzsákon, ha olyan kemény. Mehet egy, lassan egy baj, jobb, bal, és tanulag izomba ment egy, jó? Jean-Claude Van Damme. Én. Dickez! Papaszita szétbombázta a házat. Szoboszlai lő! Egy magyar rakéta! Ő a legrugó képesebb pacek a világon. Még a 10 milliós siát is szó nélkül lerúgja. És milyen jól kezelte a Gogli, hogy majdnem tönkre ment a 10 milliós siája. Még a 10 milliós siát is szó nélkül lerúgja. A kőgazdagok házában bútor még nincs, de boxzsák már van. Nem csak a szétbombázott nappali üres, de az éjjeli szekrényen sincs nyoma életnek. Na ez az igazi minimalista életmód. Nem kell ennek a házba ilyen felesleges dolgok, mint egy rendes kanapé, vagy szőnyeg, vagy szekrények. 10 millió siáke. 10 millió siáke. De kész nem rossz. Vagyunk, nem, rossz. Tehát, nem vicc az, aki nálad. Nem mindenki eszik ilyen kaját, mint én. Amíg a lányok lent nézik a grillt, PS Gogli 7 és PS Gogli 8 elkezdenek fifázgatni a világ legkisebb tévéjén. Csicskító szobába, ezt csak úgy hívom. Ezt a sorsdöntő meccset természetesen az emeleten kell lejátszani, amiről hamarosan ki is derül, hogy miért. A kettes, ahogy ígértem. Komolyan gondolod a meccset? A kedves koboldok felvitték az emeletre ugyanazokat a manó bútorokat, amiket eddig a nappaliban használtak. Megtudod! Na előbb, de aztán a végén nagyon csúnyán kikap, és megteszi azt, amit ilyenkor meg kell tenni, kidobja a leselejtezett tévét az ablakon, állá győzik a show. Fifázni tudni, ez az a gyerünk csinálja! Dobd le, úgy nem tudsz játszani! Ezt is, nem érdekel! Itt a bizonyíték, hogy agresszívvá tesznek a videójátékok. Ezért nem kell annyit számítózni, gyerekek. Most egy tévé, még egy kutyagyógy minusz, de testvéreteknek nem számít ez a pár milliós tétel. Az események izgalmaitól papaszita pápaszitává fejlődik. In nomine patres. Benedicat vos omnipotens Deus. Megyünk tévét venni Oliveres. Eközben Matt a top modell karrierbe kezd, és benézhetünk egy fantasztikus divat bemutatóra. Milyen jó ez az akkó. Hát ezután szerintem a Balenciaga hívni fogja Franciaországba topmodellnek, hogy ott is mutassa be ezt a fantasztikus koreográfiát. Mi is sugározhatná magából jobban a kőgazdag luxust, mint egy ilyen divat bemutató. Általában meg szoktam kapni a magasságom és a testalkatom miatt, hogy én tuti, hogy modellkedem. Ám kiderül, hogy még egy 5 milliós kutya is pisil, és lehúgyozza a Vikikét. Bepisilt a kutya mi, szerintem. Mi van?
Vikike nem tud rendesen vigyázni a kutyára, hogy ne pisíjen, ezért a házúra eldönti a kutya sorsát. Feltörlöd, visszaszállsz és megyünk a Tibihez ezerre. Azt, hogy a kutya nem jó a kutya. Szerencsére még pont garanciális a kutya, és vissza tudták küldeni a hibás terméket. 5 millió forinttal meg majd csinálj, mit akarsz, visszaadod, ha nem, jó? Jó, majd visszautalom. Jó, oké. Sziasztok, jó utat! Persze, küldöm majd az 5 milliót, persze, mindjárt, már rohanok is! Szevasztok! In nomines patres! Subscribe!